Már a füvet is hamisítják. Egy rekordnak is beillő drogfogás helyszínén az életet is veszélyeztető csalás nyomait fedezték fel a budapesti rendőrök. Úgy tűnik, hogy a dílerek az ipari célra termesztett, csökkentett hatóanyag tartalmú kendert olcsó designer drogpermettel akarták feljavítani és klasszikus kábítószerként árulni. A bukás pillanata. B. Tamás engedelmesen földre fekszik a rendőrök előtt. Ő nagyon jól tudja, hogy odabent a Solymári házban mi vár rájuk. Már az elfogás után, hogy a házba behatoltak a nyomozóink, már ott érezték az erős marihuána szagot, ami terjengett a házban. A rendőrök 98 kiló, igen, jól hallották, 2 kiló híján egy mázsa füvet foglaltak le a házban. A barna tömbök hasist rejtenek, szintén brutális mennyiségben. Abból is 40 kilót találtak a rendőrök. Ez nagyon sok. Az elmúlt években hasist elenyésző mennyiségben találtunk, illetve foglaltunk le Budapesten. Az utóbbi időben Budapesten nincs is hírünk, hogy lenne hasis, és nem is nagyon találkozunk hasis fogyasztókkal. Mi magyarázza a meglepően nagy mennyiséget? Egyik oka ennek is a vírus. Az ezredes azt mondja, a tavaszi nagy határzárak miatt a dílerek nem tudták feltölteni a készleteket. Akadoztak a szállítmányok. Egy idő után érzékelhetően hiányzik lett itthon szinte mindenszer. A nyári nyitás óta a nagykereskedők, amíg lehet alapon, igyekeznek alaposan betárazni. A Solymári ház is egy nagy raktár. Túl nagy, amivel a tettesek díler alapszabályt szektek. Van egy fontos szabály, egy helyen ekkora mennyiséget nem tárolunk. Ez arról szólhatott, hogy betárolták, és hosszú időn keresztül képesek kiszolgálni a vásárlóikat. A mélyhűtőből 900 g amfetamint szedtek ki a rendőrök egy kék ételhordóban. Ez úgymond frankó tudsz. A többi nem egészen az. Egy viszonylag új jelenséggel találkoztunk mi most magunk. A rajtaütés előtt annyit tudtak a rendőrök, hogy a Solymári házban füvet termesztenek. Szokás szerint szakértők kezdték vizsgálni a lefoglalt szereket, és nagy meglepetésre kiderült, nem klasszikus drogokat tároltak ott. Mind a hasis, mind a marihuána úgynevezett csökkentett THC, vagyis hatóanyagtartamú növényi törmelék. Az ilyen füvet génmanipulációval fejlesztették ki, gyógyászati és kozmetikai célokra használják fel. Elvileg ma már nálunk is lehet legálisan termelni spéci kanabiszt. Persze csak gyógyszerészeti, rendőrségi hatósági engedéllyel és folyamatos ellenőrzés mellett. Csak hogy Solymáron nem erről volt szó, és itt jön a nagy turpisság. Találtunk olyan vegyi anyagot, amiről mi azt gondoljuk, hogy higított új pszichoaktív anyag lehet. Egyébként csak sejtjük, hogy új pszichoaktív anyag, de csak így van értelme a képletnek. Ezzel kvázi hatóanyagot szórtak a fűre, annak érdekében, hogy THC tartalom marihuánaként értékesíthető legyen. Ha jók a feltételezéseink, akkor nem más történt, mint hogy a gyengébb THC tartalmú növényi törmeléket feldúsítják egy hatóanyaggal, egy új pszichoaktív hatóanyaggal, és a vásároknak eladják, mint marihuánát, kvázi átverik a vevőket. Magyarul a gyanú szerint füvet hamisítottak Solymáron. A tipikus szaga megvan a növénynek, az olcsó designer drog permet meg hozza mellé a hatást. Csak hogy ez egy életveszélyes lehúzás, teszi hozzá az ezredes. A szer használónak fogalma sincs róla, hogy mit szív, így sokkal könnyebben túladagolhatja magát.